Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Kőbányáról. És ami miatt ide eljöttem, az, hogy elkészült a park, amit ugye egész nyáron meg még össze is építettek. Itt a Kőbánya alsó vasútállomástól nem messze. Itt a volt metró megálló helyén, ahol soha nem járt metró. Ezeket nyilván ismeritek. És akkor nézzük meg a parkot. Na hát látjátok, az egyik bejárata. Itt van egy ilyen virágos kertszerűség, és itt vannak itt bizonyos kövek, vagy dobókockák, vagy mi ez. Szépen ki van rakva, hogy Kőbánya. Itt van néhány betonkocka. Ők még mozognak is, ezek ilyen, le lehet rájuk ülni. Egyébként más hasztuk nincsen. És itt pedig a betűk még. Szíves, igen. Kőbánya, ott egy szívecske. De szépen ki lehet olvasni, hogy Kőbánya. Ezek ilyen nagyobb betonkockák. Másik oldalt ugyanaz. Megpróbálom így egyben megmutatni, aztán majd nyilván, hogyha videózva végzek, akkor majd fotózok is. Hát ez meg mi. Hát mondhatni, elkészült a nagymű. Hát ez nem tudom, hogy mi akarna lenni. Olyasmi, mint a... Vannak azok a falak, amin a sziklamászást oktatják, azokon is ilyen kiszögellések vannak, és akkor lehet rájuk kapaszkodni, de ennek mi értelme van, azt nem tudom. Szerintem a tipikus nem jó semmire, de jól néz ki. Design elvet követi. Ott még vannak betonkosszák, az a kedek izék meg lehet, hogy szerintem szemetesek, de majd közelebbre megnézem. Remélem ürítik, és őket itt meg van egy vízcsap. Működni nem működik, de lehet, hogy csak azért, mert télire elzárták, hogy ne fagyjon be. De az ötlet itt is jó. Az nem baj, hogyha vizet lehet így ingyen venni valahonnan. Hát az embernél van PET palack, és hogyha elfogy meg valami, akkor az jól jöhet. Hosszabb bicikli túrákon mindig jól jöttek ezek a szabad köz kifolyók. Hát itt meg ez a... Igen, hát itt is ilyen növényzet van, meg, és itt le ültettek pár fát, és ezek véletlenül egyszer majd megnőnek. Ja igen, ez egy szemetes. Remélhetőleg ürítik is. Van is már benne szemét, mint látjátok. Remélhetőleg majd az üdítése hanyagolják el, mert csak így van értelme. És hát itt látjátok a többit. Akkor nézzünk el, de mondjuk ez már nem a parknak a része. És hirtelen nem mondom, hogy, vagy nem tudom megmondani, hogy ki szólt, hogy ez már készen van, de tegnap esti live-ba írta valaki, csak már nem emlékszem pontosan, hogy ki volt az, de ezúton is köszönöm neki. Amúgy is jöttem volna erre, hát akkor leszálltam itt a villamosról, és akkor szétnézek itt a környéken. Hát ennyi. És ugye szintén ez a zöldövezet itt már nem csak beton lett, hanem némi zöld felületet is raktak le, ami mindenképpen jó dolog. És hát így néz ki akkor. És hát akkor ezzel is tudok innen köszönni, ez csak egy ilyen kis rövid vlog volt. Úgyis erre jártam, akkor leszálltam villamostól, idejöttem, megmutattam nektek. Csinálok még pár fényképet, aztán megyek is tovább. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, hát tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, ha nem tetszett. És azt is írjátok le, hogy miért nem tetszett. Közben egyébként a háttérben pont ott van egy dezíró. Benne a Kőbánya alsó vasútállomáson. Úgyhogy az valószínűleg vagy Mize felé, vagy Mize felől jön. Vagy arra fele megy, mindegy. Ja, nem, ez Zugló fele megy, most láttam elhúzni. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Ali, sziasztok!